valahogy nekik is túl kell élni. Majd élezze a fülét, hogyha hall bármiféle bőgést. Nem rakjuk ki a csalit, és akkor úgy csináljuk, vagy... De előtte tegyük le ide a lovakat a kis házhoz. Jó. Ez egy kis vadászháza maga a háza. Nem az én tulajdonomban, de üresen áll. Ha jól tudom, ez egy veterán katonái volt, aki leszolgált. Ó, ott látok két ember, most vágtáztok oda. Valóban én vágtáznak is látom. Vágtáznak a vizen. Ott a medve. Itt van balra egy medve. Mekkora szerencse. Hú! Ez nagyon nagy mák volt. Azt hiszem én itt. Az az első lövés betalált. Az nagyon szép lövés volt. Jó szétrancsírozódott a feje. Igazán szép példa. Nagy dög. Na magáé az érdem. Én mire előkaptam a fegyvert, beszorultam egy kicsit a fa mögé, mert beszorított a lovam. Széttépett volna, ha nem kapni. Lett volna itt. Viszont ez a két ökör bebújt a ház mögé. Ott jönnek. Fél szemem rajtuk, ne izguljon. Úgy csinálnak, mintha nem vettem volna észre őket. Kezdj el nyúzni, én itt elbújok a bokorba. Nincs nálam kés. Ha oda tudja adni, akkor megnyúzom, nálam csak macsetelje van. Tessék, átnyújtom magának. Tessék, tessék ott van, vegye csak el. Milyen szép zöld markolat. Vadász az uraim. Itt vagyunk, szép volt a lövés. Mi is pont ide értünk, hogy megláttuk a medvét. Szép volt a lövés. Ki lőtte le? Az úriember, a sörétessel küldött kettő akkorát a feje a szemek közé, hogy szétlocsant a feje. Hallottuk, mi is itt láttunk egy jávorszarvast itt a izénél, itt a pataknál. Azt mentünk utána, hogy majd az agancsát itt megszerezzük. Hát aztán elfutott a bestia. Már biztos megijedt a lövésektől. Aha. Valószínű. Tedd fel addig a... mennek visszafele? Nem, még nem. Hát még szerzünk egy prémet. Nem, ha már két lóval jöttünk, akkor vigyünk még zsákmányt. Biztos lesz még erre medve, nem? Persze. Hogyne, persze. Kössük ki addig a lovakat, mert hirtelen ért minket a medve támadás. Nem számítottunk rá, hogy ilyen hamar lesznek itt. Viszont valakinek őriznie kéne a paripákat. Micsoda? A paripákat őrizni kéne, hogy a medve bunda nehogy... Nagyon van nagy fegyverünk, úgyhogy akkor vigyázunk rá. Rá vigyázunk mi a paripára. Csak egy pisztolyjal érkeztünk, nem nagyon van pénzünk ilyenekre. Csak gondoltam megnézzük, hogy megy a vadászat. Ráteszem a magáira, marsalunk. Csak nyugodtan. Hő. Vigyázz, hogy megrúgjon a ló. Várjon, megnyugtatom egy kicsit, várjon, mondom. Gringo, sose álljon a ló mögé, Gringo. Nem tanították? Jó. Nem hittem volna, hogy ilyen vadmusztang lesz belőle. De ez egy vadmusztang, finoman kell bánni. Nem tudod megfogni a... De most már megtudom, már megnyugtattam. Gyere csak, hozhatod. Tedd fel a nyergét. Óvatosan. Ez a megoldás, meg kell fogni a kantár. Kiakasztom gyorsan, aztán akkor nem fut el. Itt láttam egy lókötőt. Gyere szellem, gyere.
Vagy várjuk meg, hogy... Várjuk meg, hogy itt kikössük, nem? Jel. Ja, igen. De akkor igen, csak nem engedi használni a kikötést. Ja, a kikötőt. Mert nem az enyém a ház. Azt hiszem, hogyha... Hiszen bárhova ki tudja kötni, hogyha már így a földre is, meg fához is. Hát csak nagyon-nagyon nyugtalan meg, ne forduljál, mert fölrúg... Ne álljon mögé, mert föl fogja rúgni. Gyere, bársi, állj hátrébb! Ó. Kikötöm Marsalot hozzá. Ó. Köszönöm. Elfut! Ó, nagyon jó, köszönöm szépen! Szívesen! Le tudod rakni a csalit akkor? Nálad van? Valószínűleg lesz még itt valami fele, vagy nagyon nyugtalanok a paripa. Bizonyám, alig bírom megnyugtatni én is a lovamat. Hozd a csalit. Addig én előveszem a fegyveremet, vigyázok rád. Hallottam. Marsal uram. Mondja. Azt mondta a két jó barát, hogy ott maradnak, vigyáznak a lovakra. Aha. Csak nem olyan hülyék, hogy ellopják. Na jó van, jól megjegyeztem őket, meg ne próbálják. Olyan területet kéne keresni, amire tisztán rálátunk. Mit szólnál? Mindenféleképpen erdőbe kell bevinnünk a tetemet? Nem, jó itt a tisztáson is. Akkor mit szólnál ahhoz a sziklához ott fel? És onnan rálátunk erre a mezőre. Én is arra gondoltam. Mondjuk csak az a baj, hogy nem tudom, hogy... Igen? Medvék általában egyedül szoktak lenni, magányosan birtokolnak egy... területet. Általában mindig megküzdenek érte. Itt jó, nem? Persze, tökéletes. És akkor arra a sziklára. Pontosan. És körülbelül milyen gyorsan harapnak a tetemre? Még így sose vadásztam, azért kérdezek ennyit. Egyelőre semmi mozgás nincsen. Hogy mondja? Egyelőre még nem látok semmi mozgás. Egyelőre én sem. Biztosan beválik a halevőkre. Ó, oda néz. Látja? Beám. Egy kis fekete medve. Nem is kicsi. Ez már egy felnőtt termetű. Közeledjek hozzá? Én innen majd támogatom a lövéseket. Az első lövést adja le maga. Rendben. Akkor közelebb fél.
Ho-ho! Tökéletes találat volt, nekem már nem is kellett rálőnöm. Már nagyobbra számítottam, az a fehér bundás az sokkal nagyobb volt. Szívem szint azt magának adnám, mert maga lőtte le igazából. Az első lövésemmel csak meggyengítettem. Ó, igen, viszont igen, ezt, ezt első lövésre földre terített. Kapja csak fel aztán. Ezt nyugodtan vigye el maga. Jó. Magának is jó lesz egy ilyen nagy szörmekabát télire. Meg is van a kis... Jöjjön csak, amit én fedezem. Na hát ez kifejezetten jó tapasztalat volt. A jövőben lehet, hogy én is meg fogok járkálni el így vadászgatni, mert megmondom az őszintét, hogy igazán megtetszett ez a módszer, amit most láttam. Türelem kell, türelem. Valamint az állatok kiismerése. Hát erre nem is gondoltam volna, hogy döggel be lehet csalni a medvét. Megmondom az őszintét, ez volt az utolsó gondolatom. Rengeteget tanultam a vadállatokról, de ez most nekem is új volt. Na uraim. Megvan a másik is? Megvan, leterítettünk, leterítettünk egy fekete medvét. Ez igen. Mennyit érnek ezek a prémek, uraim? Mennyit érnek, igen. Mennyit érnek ezek a prémek? Fú, hát nem tudom, nem én vagyok a vadász, én csak eljöttem egy kicsit pihenni, mert már sok volt a munka. Olyan 20 dollár. Jó, mennyit érnek ezek? 20 dollár? 20-25 dollár. Nem is az. Nem is az. Nagyon rosszul már értem. Jó, van, lovak még megvan. Vadásznak. Lovakra hát nincs mivel, uram. Majd legközelebb, csak eljöttünk megnézni. Jajaj. Hát hogy, hogy nincs semmire. Annyi állat van itt, lőhetnek tyúkot. Jó, hát van már, baj, jó vagyok. Van. Egy őzet már lőttünk idefele jövet. Csak nem szabad őket nagyon telepumpálni, mert akkor értéktelen lesz a bőrük. Á, nem pumpáltuk tele. Egy lövés volt. Egy gyönyörű szép lövés. Szemek közé ezt egyből elvágódott. Emerald Branch-en megálljunk, vagy itt éjszakázzunk? Marssal. Hozott magával a tábortüzet? Nem, de ebből a házban van tűz. Azt mondta, hogy nem a magáé a ház. Nem, de üresen áll. Na, próbáljunk meg bemenni. Ó! Próbáljunk. Jól látom, pont ott úszik egy kis kacsa ott a túlnak a felszínén. Aztán próbálták meg ellőni. Nem próbáltuk meg. Nagy beszédekben voltunk itt. Be tudod gyújtani? Jó, már be is van gyújtva. Akkor a távol, akkor a tulajdonos nem is lehet olyan messze. Ejha. Egész kellemes ez a kis házikó. Szép kis vityilló. Öreg veteránia volt. Étel nincs itt esetleg. Megéheztem. Aztán. Jó, látom, is nagyon. És maguk? Nem, mit csinálnám? Mosogat? Megpróbáltam kivenni valamit a tából, de nem nagyon sikerült. Látom, hogy van benne a palacsinta. És önök tovább állnak, vagy maguk is itt kívánnak éjszakát? Megyünk ha? Szerintem, megyünk. Megyünk még talán nap esetben, vagy mi az? Még lemegy a nap, addig visszaérünk talán. Ja, igen. A Marshall úr... Legalábbis ez a terv. Hát, hogyha még eléggé, Hát mondjuk tényleg van egy kis időnk. Mi is megkockáztatunk egy vágtát esetleg, maximum. Most kell sötétedni már. De ott a Emerald Ranch-en egy bográt sem megállhatnánk. Ja, tényleg, ez nem is olyan rossz ötlet. Úgyis úgy beszéltük meg, hogy csinálunk medbe pörköltet. Uraim!
Rendben. Jó utat maguknak. Maguknak is. Na, hát én meg bent keresem magukat. Elindulnak önök is? Persze, de megállunk Emeraldnál, csinálunk a medvékből pörköltet. Jó. Ez gyors volt. Hova lettek? Hát gyorsan ellovagoltak. Visszamennek gondolom Rhodesba. Keresnek valamit. Jól van. Na, akkor én...